Sziasztok, mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Elérkezettnek láttam az időt ahhoz, hogy a Mass Effect trilógia végigjátszást végre folytassuk, onnan, ahonnan a legutóbb, azt hiszem 2018. októberében a... Hú, melyik epizódban is volt? Az Alpha Relé talán. Talán az volt, amit utoljára játszottunk. Tehát innen folytatódik majd tovább a kaland. A privát terminálon, igen. Nézzük meg. Na jó, beszélgessünk kicsit Kelly kisasszonyja. Szerintem ugyanazok a... ugyanazok a kérdések. Jó, ezt most hagyjuk. No. Hoppá. Hoppá, ez mi volt? Nézzünk rá... Jokerre. Érdemes amúgy néha ezeket a... NPC közötti beszélgetéseket meghallgatni. Szerintem ez a párbeszéd is volt már, úgyhogy Jokert hagyhatjuk is. Sőt, szerintem a relés küldetés után nem is biztos, hogy érdemes lenne újra felkeresni a csapattársainkat, úgyhogy szerintem megnézhetjük rögtön a galaxis térképet. Azért mondom azt, mert szerintem nem kínálna fel a játék új párbeszédeket. Hú, de elszoktam. Aha. Igen, ez a saját tejútrendszerünk. Úgyhogy ugrás tervezése, és így van. Szerezd meg a kaszás IFF-et. Na, ez egyelőre marad még. Segíts Ténnek és Garusznak. Itt lehet Ténnek és Garusznak a lojalitás küldetését megcsinálni. Itt Zaidnak. Itt pedig... nem is látom. Itt tudjuk tájékoztatni Liarát. Itt tudunk Talinak segíteni. Samarának. Derisfeld Cerberus bázist. Ah, most egyelőre ezek a küldetések aktívak. Igen, úgy látom. Én azt mondom, hogy Zaid küldetését. Zaid. Aha, szerintem jól ejtem. Küldetését nézzük meg első körben. Igen. Faja rendszerbe kell átmennünk ehhez. Ahogy van. És a Zorja bolygóra érkezünk meg. Oké. Leszállás. Na, hát ugye Zaid alapértelmezett,
És mellé én még kiválasztom Tali kisasszonyt. Még egy pillanat, még mielőtt ezt megtenném. Úgy tudom, hogy ha jól emlékszem, akkor ezek a karakterek alatti körök jelzik azt, hogy melyek azok a karakterek, akiknek már a lojalitás küldetése készen van. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilyen karakter van már. Zaid lesz a következő. Úgyhogy haladjunk is. Ez nagyon fontos egyébként a végkifejlett szempontjából, hogy az úgynevezett öngyilkos küldetésbe, ami a játéknak a végkimenetele lesz, hogyan fogunk bele. Tehát, hogy a csapattársaink mennyire állnak az oldalunkon, mennyire lojálisak hozzánk. Ehhez nagyon fontos megcsinálni mindegyik csapattagunk lojalitás küldetését. Na nézzük! Van 4 darab csapatpontunk. Hát, osszuk ki automatikusan. Jó. Szerintem ők rendben is lesznek. Igen. Jó, na nézzük. Rohadtul nem emlékszem egyébként Zaidnak a lojalitás küldetésére, de majd menet közben beugrik. Kemény a csávó. Na. Ó, jaj, ott valami bajsejtelmes füst gomolyog fölfelé. Na nézzük. Oké. Okay. Egész jól néz ki a tájkép. Erről fognak jönni szerintem. Ó. Vido. Jó. Ó, milyen majom. Erre ment. Ott van. Aha. Na, hello. Oké. Ó, pedig azt kaptál. Mi a franc történt velem? Hát most hagyjuk. Hoppá! Hú, basszus. Ajajaj. Jó, hogy kitartott a shieldem. Hoppá, hoppá. Ezzel kredit, nagyon jó. Lőszer, ezt nehogy felejtsük el, nagyon fontos. Na. This is Commander Santiago.
Vidó nagyon arcoskodik. Asta. Why didn't anyone tell me you founded the Blue Suns? Because it's not common knowledge. Vito wiped me out of the records. He ran the books, I led the men. Worked real well for a while. Then Vito decided to start hiring Batarians. Cheaper labor, he said. Gotta have terrorists, I said. 20 years is a long time to hold a grudge. A grudge? Vito turned my men against me. He paid six of them to restrain me while he put a gun to my head and pulled the trigger. For 20 years, I've seen that bastard every time I closed my eyes, every time I sighted down on a target, every time I heard a gunshot. Don't you call that a goddamn grudge? You survived a gunshot to the head? Yeah. And you survived your ship getting disintegrated. A stubborn enough person can survive. Bárcsak így lenne. Kellőképpen makacs ember képes bármit túlélni. Ez jól hangzik, de nem mindig van ez így. Na jó. Menjünk tovább. Tudják bizony. Mi pedig letöröljük a mocskok arcáról azt a büdös mosolyt. Hoppala! Cumi! A hülye! Nagyon kemény a csávó. Don't sacrifice lives for the sake of the mission. There's always a better way. Like what? Wandering out in the jungle for hours looking for another way in. You want to waste time out here? Go ahead. I'm gonna kill Vito. Hoppa. You're endangering lives and the mission for your own selfish revenge. You really want to do this, Shepard? I had to knock you the hell out. But thanks to you, we have a burning refinery to save. Let these people burn. Vito dies, whatever the cost. Hoppá. Na, hát, oké. Okay. Hopsza. Hát azért Zaid szépen helyben hagyta a helyet. Nagyon kemény. Ó, mi ez? Plusz 400 palládium, nagyon jó. Nyersanyag, mindig jól jön. Ott a pöcsömöccse. Vagy ez nem ő? Nem. We're going to
Helyes. Na, ez a beszéd. Jól ott maradt az a mondat. Na, azért. Hoppá! Jó. Mondom itt le. Hoppá! Ó, basszus. Aha. Igen. Oké. Robban az egész. Hú-hú. Szerintem túl sok időnk nincs már. Hoppá. Ó, nagyon jó. Azt hittem megéget. De annyira kemények vagyunk, hogy nem. Ez mi volt? Hát jó. Itt vannak. Szerencsétlenek. Hoppa! Ó, hát persze. Nem tudok elmenni. Ja, hogy erre? Jó. Nem fogsztok. Nem fogtok ki, Shepherdön! Oké. Okay. Oké, okay, beindult az oltó. Legalább ennyivel előrébb vagyunk az oltórendszerrel. Aha. We can use this. Mhm. Ó. Azt a mindenségét. Itt esetleg valami? De rendes. Hoppá! Nem képes abba hagyni a dumát. Vido. Az mi? Hoppala! Nem lesz ez jó, nem lesz jó. Ja, bocs, Zaid.
Hát már csak a móga kedvéért is. Miért ne? Na. Lőszer. Ó, mit hallok? Ott egy meg, vagy mi a franca neve? Aha. Azaz. Robban, vigyázz, Tali. Miért szólt? Azt a büdös miért szólt? Na merre? Csak kreditek voltak. Nem baj, örülünk annak is. Itt esetleg valami lent? Ó, arra is lehet. Ó, több felé is lehet menni. Na, de akkor először ezt a fenti ajtót nézzük meg. Még egy kis kredit. Erre nincs semmi. Itt sincs semmi. Tududu. Hát úgy láttam, ez is üres helység. Egy út maradt. Ez mi volt? Mi a fene volt ez? Hoppa! Na, csak hiszed. Itt van most Shepard is, úgyhogy nem lesz ilyen könnyű dolgot, he. You just cost me 20 years of my life. Hoppa. Mi a tököm? I need a man like you on my ship. If you didn't need me, Cerberus wouldn't have paid my fee. I'll do what I was paid to do. Nothing more, nothing less. Now stop screwing around. Let's go. You put your own goals ahead of the mission. That's not the way this works. I've survived this long watching my own back. No time to worry about anyone else. Opa. You're part of a team now, Zaid.
There's no way we can do this unless we're all working together. You have a point. I'm not done with Vito, but I can put that behind me long enough to get your... Mi a hegykér kis lazán odébb lökte, oda, odébb taszajtotta azt a több száz kilós szart. Vagy hát lehet, hogy egy kicsit túloztam azzal, hogy több száz kiló, de elég markánsnak tűnt a súlya. Ennyi volt, és Vido. Hát de ki lett lőve a sofőrje, vagy a pilótája, vagy ki a franc. Hát na jó. Nem volt ez rossz, amúgy csak is lájtos küldetés. Na folytassuk.